Frédi és Béni azonnal átülne a napelemes fa autóba, és nem csak azért, mert ezzel napsütésben garantáltan 40 kilométert gurulhatnának feltett lábbal. A szombathelyi építész faragott járgánya egyszerűen, lenyűgözően szép. Ráadásul az egész bolygó helyet kapott rajta. Ugye ritkán látom mestről, de jó neki. Kicsit hóbortos, kicsit nem mindennapi, akár a megálmodója. Kovács Gábor saját kezűleg épített fa autójához csak egy kis napsütés kell, és már is roboghatunk a munkába. Szombathelyen járunk. A megszállott fafaragó, aki egyébként főállásban építész és igazságügyi szakértő, ebben a mesébe illő kertben építette meg különleges járgányát. Tavaly márciusban kezdtem a tervezgetés februárban, és még mindig nincs kész. Tehát kb. Egy jó másfél év. Nem túlzás, ha kijelentjük, hogy Gábor a fa szerelmese. Otthonában mindent ő maga farigcsált. Francia ágyá alakítható hintaágyat, madáretetőt, WC papírtartót, zuhanyzót, de még a bejárati kaput is. Azt akartam, hogy olyan hatása legyen, mintha már 200 éve itt lenne, mint egy régi várkapu. Azért is ilyen alacsony. Régen azért voltak ám alacsonyak a bejáratok, a kapuk. Nem azért, mert nem volt magasabb vagy nagyobb fájú, hogy átidaloljuk, hanem azért, hogy tiszteld meg a házigazdát azzal, hogy főhajtással lépsz be a házba. Az elszánt fafaragó tehetsége előtt is sokan fejet hajtanak. Itt van például tanítványa, Bende Gúz, aki már most 20 év tapasztalatnyi tisztelettel beszél a fáról. Én azért szeretek faragni, mert megmutatja a fának az igazi szépségét, hogyha picit foglalkozunk vele. Kézzel vigyázz, inkább lassan fogj. Nem mindegy, hogy egy fával, kővel veszed magad körül, vagy pedig vasbetonnal, vassal, vagy üveggel, vagy adott esetben műanyagot. Teljesen más, úgymond észrevehetetlen életminőséged lesz. Akármennyire is a természetes anyagok megszállottja, egy elektromos kütyüt azért muszáj volt beleszerelnie különleges autójába, hogy elinduljon. A napelemet egy ezzel foglalkozó cég ajánlotta fel neki. Itt nem az volt a cél, hogy az autót körbe rakjuk, telerakjuk, lefedjük ezzel a napelemmel, mert akkor elveszti a fahatást, a művészi értéket, hanem az volt a cél, hogy egy minimális napenergiás támogatást kapjanak. Gábornak nem ez az első csoda járgánya. Régi típusú kerékpárja még az udvarban áll. Első fa autója pedig már 2 évvel ezelőtt nagy sikert aratott kint az utcán és a fókuszban is. Tessék Dudán, milyen jó hangja van. Jó erősen nyomja meg. Hirtelen. A furcsa autót méterről méterre megállították egy-egy közös fotó erejéig. Hát neked adom, mit? Ezt a járművet azóta átépítettek kétéltű járgánnyá, és felajánlotta az Őri Szentpéteri Teleháznak. A mostani napelemes autója elődjét pedig árvízkárosult óvodásoknak ajándékozta Hernád Szent Andrásra. Ha beleteszed a kulcsot valahova ide, akkor elfordítod, akkor lesz megnyomod, akkor bele, akkor indul. Ezeknek a gyerekeknek sokat jelent az ajándék. A fa autón kívül szinte nincs is más játékuk az udvaron. Beleülsz, utána gondolom, hogy csinálj. Az óvodásoknak talán könnyebben ment a vezetés. Húzd meg ezt egy kicsit. Ezt húzzam meg? Aha, ne úgy! Ne úgy! Jézusom! Jobb lábadon nyom, ez a menet közben. Ha jobb lábam, hogyha mondom, akkor arra megy. Balra? Igen. Én egy kicsit nagy fába vágtam a fejszém, amikor megpróbáltam elindulni vele. Az autóban szinte minden fordítva van bekötve. Elektronikus. Tehát nem bovdenes. Ezért kénytelen voltam lábbal kormányozni, így biztonságos, és akkor egyik kezem a fék, másik a gáz. A mester az autó külsejére a föld teljes térképét ráfarigcsálta, szélességi és hosszúsági körökre pontosan. Észak-Amerika, Dél-Amerika. De találunk még itt részleteket a himnuszból és a szózatból is. Hogy miért? Hát ezt még az alkotó sem tudja. Hogy miért? Igazán nem is tudom. Tehát nem tudom. Nem tudom én ezt, én most nem tudok ebből jól kijönni. Nem is fontos. Ahogy ő mondja, falun elmegy, városban meg nem nézik. A lényeg, hogy gurul, és kellő napsütésben akár 30-40 kilométert is meg tud vele tenni. Hogy mennyi idő alatt, hát az kérdéses. De Gábor autóját inkább a türelmesebbeknek ajánljuk.